Egyik pályának a zenéjét dudoltam. Sziasztok, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és ez itt a Doom végigjátszásomnak a következő epizódja, a következő része, Doom 2 végigjátszásom, pontosabban 1994-ből. Ugye még jobb lenne, hogyha 2024-ben vinném végig, mert akkor kereken a 34. évfordulóját ünnepelhetné a játék, de én egy kicsit előre hoztam a dolgokat, mert egy állat vagyok, egy izé vagyok, egy disznáú, meg egyébként egy nagyon jó képű férfi. Be van hízva a pofám. Na, folytassuk akkor a gameplay eskedést itten. Képzeljétek el, felvette velem a kapcsolatot egy partnercég, vagyis hát partnercég, nem úgy partnercég, hogy izé, hanem egy ilyen hirdetni akarnak a csatornámon, na, tulajdonképpen. Remélem, hogy nem egy átverés egyébként. Van egy ilyen sanda félelmem, de nem, szóval komolynak tűnik a dolog. Úgyhogy számítsatok arra, hogy majd 17-én, ha minden igaz, fog érkezni egy ilyen kertcsináló bemutató videó. Lehet, hogy kertcsináló lesz, lehet bemutató videó, azt nem tudom még. És annak az elején lesz majd egy ilyen nagyon színes szagos, reklámszagú kis 45 másodperces kis szakasz. De majd úgyis, hogyha eljön az idő, akkor fogjátok tudni, érezni fogjátok, hogy az nem a videó része, hanem egy ilyen kis külön reklámblokk. Na mindegy, ezt csak gondoltam, elmondom, hogy ne érjen senkit meglepetésként, hogy hú, Oszkár, elkurvultál. Hát ez figyelj, olyan ajánlatot tettek, amiért azt mondom, hogy megéri bevállalni egy ilyet egy videóért. Régen sokkal nagyobb baromságokat is csináltam. Ugye régebben volt olyan, hogy majdnem minden videóm elé beraktam egy pár másodperces kis reklámblokkot havi 5-6 ezer forintért. Érted? Szóval egyszerűen nem is tudom, hogy hova tettem az agyamat. Na mindegy, itt vagyunk a Doom-ban. Doom-aljunk. Brum-brum. És hát én itt most már durvul a szituáció. Jó, ott bent is durraktatni kell a szituációs együtthatókat. Nem világított így régen az armor. Oh, I can open this. Hát páncélból maxon vagyunk, hogyha majd legfeljebb a vége felé visszajövünk. Kék páncélovicsért. Milyennek a pályának a címe? The Inmost Dens. Wow. Oh my god. Oh my god. Itt most tüzelni kell, mint a macska. Mindenre és mindenkire. Erről szól a Doom! A nem tolvaj kergetők csatornán tegnap néztem egy videót. A Doom volt elítéken. És fú, de jó volt hallgatni ezt a videót, hallod. Egy párszor lehet meg fogom nézni, mert nem csak a Doomról volt benne szó, hanem így a régi 90-es éveknek a slágeri dolgairól. Fú, tényleg milyen jó kis évek voltak azok. A technikai értelemben is szépen körül volt írva minden. Ajajajajaj! Karácsonyi nóta nektek. Meg egy kis ólom a szátokba. A szátokba. Jajjaj. Na mi van, miért nem gyűlik ez a szár? Die, motherfuckers! Hoppá! Hová itt? Azt hiszem, hogy lesz egy galád ellenfél. Nem, az még arrébb lesz. De azért ez is galád? Jaj. Oh my god, no, please don't kill me. I don't wanna die. I don't wanna die. Hanna. Ne. A durranásügyi minisztériumba betévedtetek, gyermekeim. Bum bum. Na várjál, itt még az, mi van itt? Lehet, hogy itt pusztulat van? Nem. Nincs pusztulat.
Innen jöttél, te köcsög. Hol van a piros kulcskártya? Fura zenéje van ennek a pályának, de egyébként nagyon jó, szeretem. Hát persze, hogy ide kellett bejönni. Chain Gun-t felvettük. Innen pedig... Valami van? Nincsen? Mi van itten? Nincs semmi. Na várjál, átmegyek a túloldalra. Jaj, majdnem megbimbauztak. Szóval igen, tehát ahogy abban a videóban is elhangzott, a Doom 1-2, de főleg az 1, hogy a 1 és 2 között nincs olyan drasztikus különbség, olyan szempontból forradalmi volt, hogy azt így a mai embereknek nem lehet igazából elmondani. Nagyon durván. Szóval nem olyan ugrás volt ez, mint mit tudom, a Call of Duty 1 után a 2, hanem hogy még nem volt semmi Call of Duty, még FPS se volt, meg semmi. És akkor kijött egy FPS, kijött egy Call of Duty, most képzeld el, még soha nem láttál olyat, nem is létezett, még a hardware se létezett, meg semmi, és akkor ujj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 j
Látod, hogy ha egy kicsit így portolod a... Vagyis hát úgy értem, hogy jaj. Szóval, hogy ez a játék mai napig játszható teljesen jól. Mert most látod, hogy milyen jól játszok vele. Jó, persze nyilván a dosos verzió nem ment ennyire jól. Nem volt ennyire kifinomult. De... Végülis maga a játék az ez volt, szóval, hogy... Lényegében véve nem teszek hozzá, vagy hogy mondjam, tehát ez a port. Szóval se a port, és nem tesz hozzá pluszban úgy érdemleges módosításokat, ami a játékmenetet illeti. Tehát tulajdonképpen csak a fegyvermód az, ami ilyen izé megváltoztatja egy kicsit itt a himbilimbinek a bőlés szögét. Mi van? Belém lőttek? Majd végig erre kellett volna jönni. Whereupon? Mint hogy azt üvölt enni a izé. Archvile, amikor megdöglik, hogy weapon, ugye az angol fegyver jelent, weapon, mindig így értelmeztem amúgy, lehet, hogy nem így kellett volna. Na várjál ide, opening up, use this switch. Nem. Open this motherfucker door. Durr. Help me, God. Help me to destroy these motherfuckers, please. Ah, yes. Na, akkor ezt itt opening up-oljuk. És akkor itt van, mi van itt? Chain gun, de az már... Azon már teli-teli vagyunk maximálisan. Úgyhogy felveszünk a glitch kártyát, a kéket. És akkor a kék izét kell már csak megtalálni. Ó, arra ott van itt tárgy. It is an item. An item. Open this up. Yes. Ennyit hallgattam ezeket, tényleg ezeket a zenéket. Kis ujjamon jön már ki. Báá. Durrans. Igen, itt is, ez is lenyílt. Lenyílt, mint a bimbó táska. Na vagy most itt mit kell csinálni, menjek arra szerinted? Végül is miért ne? Miért is ne mennék?
What the fuck happened? Egy crusher van a túloldalon. Valami titkos tudtad van szerintem, vagy nem? Na várjál. Crusher. What happened? Aha! Vissza az elejére. Szóval itt végig volt egy titkos hely. Még ezt alapból is lehetett látni, hogy itt van valami kis ficak. Csak hogy egy új szót tanítsak nektek. Ficak! Na várjál, akkor most ezt a pajzsot és a páncélt ezt felvesszük. Hát azért nem úgy megy, nem... Na, azt mondja, hogy... sörétes lőszar. És elég jól állunk egyébként, most már lassan... Nem is tudom, hogy... nulla sziklet van ezen a pályán. Tulajdonképpen mehetünk a finishbe. Befinishelődni. És hol van a finish? Jó volna tudni... valahol... Ó, várjál! Láttad ezt? Ja nem, hülye vagyok. Hát hiszen én nyitottam ki. Valahol a kijáratot kell most igazából megkeresni. És jó, lehet, hogy az más irányban van. Hogy az erre van? Nem hiszem. Mert ez itt a kezdő régió. Open it up. Open. Pum pum. Jó, igen, hát nem tudom igazából. Nem hiszem, hogy itt van. Ah, ez leúszható. Na nézzük esetleg itt. Hát igen, ez lesz az is. Azt hiszem, hogy itt, ha jól tudom, át lehet jönni, tehát hogyha most 100% sebességgel jöttem volna, át tudtam volna itt menni. De igazából, ja, ez itt lenyílt, de itt már voltunk ugye korábban is, ezeket mind kiírtottuk. Tehát ennyi, ugye erről kell jönni. Már csak még itt körbenézek azért. Hoppá. Sörítesse fel. Ott van a disznaja egyébként. Én tudom, hogy ott van, ne? Nem baj. Hogy? Torranni fogsz? Köcsög! Nem számolja titkos helynek, nézz oda. Na, még egy disznaja plos egy. Nincs disznaja plos. És így volt. 100, 100, 100. Industrial zone. Oh my god. Ez az első pályának a zenéje egyébként, hogyha emlékeztek még rája. Ez egy hal. Hú, ez milyen hangulatos volt gyerekkoromban ez a pálya. Emlékszek rá, hogy nagyon tetszett, hogy beindult ez a jó kis zene. És akkor ilyen városos terület, és akkor... Írtsuk a népet! Az annyira megelőzte a korát egyébként ez a játék, hogy hát nem tudom, hogy majd arról lesz egyébként egy videóm a Cyber Mage című játékról, ezt már többször emlegettem. Ez az a játék, amit apám vett nekem 95-6 környékén Pesten, a Paulus Center mellett egy ilyen kis számtechboltban, és nekem az ilyen nagyon kellemes emlékként maradt meg így a fejemben. Rengeteget gondolok rá, nem tudom miért, valahogy olyan jól esik. Na és az a játék egy évvel ezután jött ki, és hát nem azt mondom, hogy rossz, de az irányítása az így meg se közelíti a Doom-ot, illetve hát túlbonyolítottak ott egy-két mechanikát,
Szóval, hogy ez már a 93-as Doom is megelőzte a 95-ös játékot, érted? Szóval ez ilyen szinten volt durvajcs akkoriban. Ez az egész dumos időszak. A 90-es évek közepe az gyakorlatilag erről máshol nem is szólt, csak a Doomról, de egyeseknek az egész 90-es évek erről szólt. Durva. Hoppá, ezt le lehet így nyomni. Secret. Ez is mekkora újdonság volt. Jó, hát már a Wolf 3 Doom-ben is voltak secretek, de azért nem ilyen szintűek, meg nem ilyen... Az olyan egysíkú volt, az meg a változatos. Várjál! Volt itt. Ne. Igen, egyébként kérdeztétek néhányan, hogy a Heretikről lesz-e végjátszás. Na, náhogy lesz. Na, fentről lő. Sörétes lőszar. Kis sörétes lőszar. Ahogy Bartos mondaná a bor. Egy kis borocska, egy kis vörös bor. Egy kis sörétes púskinca lőszer. Na várja, azt mondja, hogy ilyen lépcső van itt. Jaj, ne. Na jó. Ne cifrázzad már, Oszkár. Hát nem így kellett akkoriban annól játszani, ez nem így működött. Jó, hát kezdjük azzal, amit már ugye ez is már ezerszer elmondtam, hogy az alapjátékhoz nem egérrel játszották akkoriban, hanem billentyűzettel az egészet, tehát de más világ volt. Hát aztán persze nyilván a későbbi pályacsomagokat már úgy kalkulálták, hogy úgyis mindenki egérrel játszik. Tehát azok már mondtani, hogy teljesíthetetlenek billentyűzettel. De főleg ezek a plutónia, meg ezekre gondolok, TNT. Hát ez még egér is kurva nehéz. Na várjál, most itt lehet, fel kellett volna venni azt a csomagocskát. És milyen csomagocskát? Hát az idén a saváló ruhára gondolok, te. Ja, tényleg. Mert akkor itt lezutyalhatnék. Hát igaz, hogy nem sav, hanem ilyen láva, ilyen parázs. Parázslócot. Nem baj, menjünk vele. Mert itt van egy teleport egyébként, én azt tudom. Várjál? Nem lehet lehívni ezt, itt nem lehet. Na mindegy, akkor mindegy, nem baj! Hát akkor itt lesz egy teleport mindjárt. Hoppá! Ez viszont egy durva csej, figyeljél! Na-na! Tudom, hogy a gyerekkorunkat alázom meg ezzel, de nem baj. Hehehehe
Open it. Rise. Pancil Witch. Nem tudom, a Secretnek számít-e. Nem. És mondjuk inkább később visszajövök ide. Ezt a részt vissza fogom nézni. Ritkán marhulok ennyi. What's up? Rise. Hup, hup. Barba trükk. Na várj, most akkor az a sárga kutyikártya. Az, ami most megtalálom. Mi van itt lent? Ruff! Itt már voltunk, de innen le lehet zuttyanódni. És ez legális. Nem csalás, nem ámítás. Ó, igen, a ké, ízi sárga. Bár menjünk is befele. És itt bizony lesz egy mészárszék jelenet. Szóval, jó, nézd ma onnan lő. Nem találod a disznaja. A primitívje. A hulladékja. Na várj. Oh yes. Hát néha kell ilyet csinálni. Azért van a fegyó. Ruff. Jaj. Ruff. Új, ez a fáj, ahol lesz egy olyan titkos hely, amit 20-30 év alatt nem tudtak megtalálni, és akkor valaki megtalálta, és úgy kellett csinálni, hogy egy ilyen pén elementát kellett neki tolni egy ajtónak. Fú, ebben az esetben lehet, hogy akkor ez lesz az a pálya, amit nem fogunk tudni teljesen kimaxolni. Hát max egy ilyen falon átjárás kóddal. Ha jövök el a kulcs, a kék kulcs kártya is. Ja. Várj, visszafele nem működik az ajtó. Jó, megijedtem, hogy nem veszi az OBS. Folyamatos rémálmaim vannak ettől. Hú, nézd ma onna. Titkos hely. Hú, a páncélnak ideje lesz felvételődnie. Felvevődnie általam. Figyeljél. Felveszem úgy, mint ezt a videót. Plotty! És már egészségesek is vagyunk újra. Na. Igen, erre is el lehet jönni. Ez is a sárga kulcskártya. Betívő hely. Röf, röf. Na várj.
Oh yes. Hú, mi ez a besötétedés? Besötétedett. Aha. Vája. Igen, innen lődöztek. De azt hiszem, hogy egyébként vája, mindjárt itt megtaláljuk a következő kulcsot, és ez valamit kinyitott egyébként. Lehet, hogy ezt a, azt a részt, amire gondolok, a, azt ott. De valahogy oda el lehet jutni. Lehet, hogy innen nekifutásból kell. Hmm. Nem is tudom. Megpróbáljuk. Így lehet, hogy ezzel a tempóval nem lehet. Aha, de egyébként így kell. Igen. Egyértelművé vált számomra az a dolog. Százas speeddel meg lehet csinálni, úgyhogy nem csalás, nem ámítás. Megvan a kék kulcskártya. De várj, itt még láttam egy izét szörnyet. Hogy hallottam inkább. Ennyi. Mászunk is. Na nézzük akkor, hogy hogyan állunk szikretügyileg. 10 darabban is 2 találtunk meg eddig. De jó Isten, hol van még szikret? Ha ezt le lehet húzni? Na lehet, hogy oda fel kell nekem mászni. Lehet, hogy itt van valahol. Hol? Hol lehet? Oldalvájzt. Oldalvájzt van valami. Hát ott becéloztak. Hát tényleg ott van valami. Nem tudom, hogy lehet oda eljutni amúgy. Jó, ez itt viszonylag egyértelmű. Ha. Igen, azt hiszem, hogy ez lesz az a pálya, amit nem fogunk tudni kimaxolni. De nem adom fel azért. Bár szerintem lehet, hogy fel kellene. Vagy a szörnyeket ezt nem mutassad. Aha. Anyád! Hú, pedig ez kell nekem. Na, két titkos hely egyből. Megkajálva. Puty, puty! Ó, itt mindjárt lövöldözés lesz szerintem. Ez egy durva, hogy... Első játék első epizódjának a fő ellenségét, ezt csak így ledaráltuk. De nagy-nagy küzdelem, a nagy harc. Tudjátok mit? Úgy. Ez a kijárat már. Elég sok szörnyet megöltünk, az még egy picit nézelődjünk már körbe, hogy milyen szikretek vannak még. Ott van egy, látom.
Ezt fel le lehet húzni. Valahogy ezt aktiválni kell szerintem. Ajá, megpróbálom innen. Á, még itt is van, nézd le. De valahogy át lehet menni szerintem. De amúgy olyan lehet, hogy ez az a pálya. A híres. A híres nevezetes. Leestem. Jézus Mária! Igen, hát nem tudom most mennyire bolyongjunk még itt. Mennyire van erre igényetek. Ez inkább menni kéne a következő pályacsra. Ha várjál ma. Még nem is jártunk, mert nem volt kulcskártya, most már csak van. Nem, a piros kulcskártya kell ide. Hol a tökömben van a piros kulcskártya, na várja. Hol van? Az ő bizonyos távolságon belül jelzi ki a kulcskártyákat egyébként. Csak észre fogom venni, várja. Lehet, be van jelölve, igen. Ekkor hát lehet, nem tudok ugrani. Nem. Na várj, valahol itt kell lennie pedig. Nem hiszem, hogy ott benne lenne. Szerintem inkább ezen az oldalon kell utakodni. Ott van. De miért nem jelzi? De miért nem jelzi? Ezt nem értem. Csak konkrétan a sárga kulcskártyát jelezni? Ez hülyeség, kérem szépen. Na mindegy. Mindegy már, mindegy, nem baj, nem számít. Hát itt jártunk már. De akkor várja, hogy lehet oda...
tényleg így lehet? Hú, nem tudom egyébként, mert hogy mindegy, mert most tényleg a százas sebesség az kicsit most ugye meg van kavarva az agyam. De megvan a piros kulcskártya, mivel innen indultunk, úgyhogy ide ne is menjünk vissza. Akkor most már be tudok menni oda, bizony. Bi-b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 i. Ja, hogy ez ide visz? Aha. Aha. Ha mik vannak? Azért csak megtaláltunk néhány titkos helyet. Milyen érdekes a BFG, az a piros átlátszóság szempontjából. Tényleg ki lehet ugrani? Ki lehet. Erre még nem jártál te semmi. Nem volt lebébetűzve itt a szektor. Nagyon mutatott egy szikretet. Fent is. Oda, hogy lehet eljutni. Nem tudom. Szóval szerintem menjünk inkább a kijárat felé, mielőtt még megfulladok. Vannak ilyen nehezebb szikretek egyébként ebben a játékban. Oda, hogy a tökönbe jutok fel? Gondolom valami teleportos megoldás az, ami kell. Még valószínűleg ide is valahogy be lehet jutni, mindegy. Nem kolbászolok tovább, mert így is 8 perce másra csinálok. Mehetünk ki fele-fele. Suburbs. La la. La la la. La la. Azt hiszem, hogy ezen a pályán lehet a titkos pályára eljutni, nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy az előzőről kellett volna. Na mindegy, innen folytatjuk, kedves ambák. Remélem, hogy tetszett a videó. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, csatlakozzatok, itt lent van a csatlakozás gomb, és akkor folytatása következik. Következő videóhoz lehet, hogy Resident Evil lesz, hogy azzal is haladjak. És akkor majd meglátjuk. Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új? Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat.
Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra, nem fogod megbánni.